Kedves nézőink, időben jelentkezést adunk a Jumper 98 című és nevű számítástechnikai kiállításról, mely non-stop tart az elkövetkezendő 3 napban. Ilyen totál amigások vagyunk. Akkor talán közelítsük is meg első áldozatunkat. Mi az az első hat szó, ami eszedbe jutna itt a parti kapcsán? Hogy mi? Mi az az első hat szó, amit a partival kapcsolatban hirtelen eszedbe jut? Hát szó? Mondjál valamit, a hat szó, ami a partival. A kölyék. És? Ez egy? Hát játszunk. Miért érdemes idejönni? Játszunk, meg buli. Sok haver lehet ismerkedni. Milyen gépet van? Hát van ez a Pentium 166 HDFX-el. Aha. És mit tudsz róla, milyen gépek vannak még itt ezen kívül? Vannak 486-osok, meg nem van mindenféle. Ha utáról, hogy más gépünk is van itt? Persze, éppen most próbálok itt szervelkedni valami. És valaha végezni? Hát de úgy látszik, hogy valami nem kerek, mint olyan. És DOS-t nem használsz? DOS-t? Hogy ne használnék? És csak miért? Miért? Hát mert jobb, mint a Windows 90, az egyértelmű. Igen, ez biztos? 100%. Nézzük az arcokat, amint az áram elmegy! Négy számítógép típust fel tudnál sorolni? Most nem, hirtelen. Hirtelen fel tudnál 3-4 számítógép márkát itt sorolni? Köszi. Válaszolnál egy kérdésemre? Hogy tetszik irányig a parti? Kiváló hangot, sokkal jobb, mint a tavalyi volt. Elesen csodálatos. Látom, folyamatosan videófilmet néztek. Nem egyszerűen egy videó, meg egy tévé? De, sokkal egyszerűen, mert csak válogatok éppen, de hát na, ez van. Nem féltek a szoftverrendőrségtől? Látom éppen nektek írótok nincs, de gondolom, nem minden jogtiszta. Hát persze, természetesen minden jogtiszta, úgyhogy jöhet bátran a szoftverrendőrség. Remélem, hogy jövőre is lesz. Mit szólsz az, hogy a parti legalább fele vagy klékezik, vagy Windows is talál? Hát a Windows is válás nagyban elítélem, de hát muszáj, nem lehet nélkül élni. Olyan, mint a nácis papírzökkendő. Valaki viszont Linux-t használ. Linux, kiváló, remek, remek. Viszont program fele annyi sincs, hát? Hát ez van. Ez van. Erre sajnos nem tudok mit mondani. És arra, hogy valaki Linux alatt Norton Commandert használ? Hát most már milyen már? Hát, a gép az milyen helyet foglal el a férje? Mellettem az Listáján. Első. Az első vagy ön mellett? Mellettem az első, mi vagyunk az első helyen. Ja, köszönjük. Gondolom a géppel több problémája van, mint önnel. Igen, ez tényleg így van. Mi az, amit viszel? Vörös kurva! És nem félsz, hogy a parti végére mindenki lerészegedik? Nem hiszem. Vagy vannak olyan emberek, akik sajnos nem élvezik ezt a... ezt. Ezt? Ezt, jó. És hogy tetszik a parti idáig? Hát még ideig jó, de aztán ki tudja. Mi kevesen vagytok, nem féltek, hogy itt a sok fiú között talán valami olyasmi történik, amire nem vágytok? Nem fiú. Vagy ezért jöttetek? Dehogy. Oké. Okay. Nem zeni? Ja, nevezni? Nevezni? Nem zeni a szanyag! Közvéleménykutatást végzünk. Szerinted nem bunkóság PC-n Amigás zenéket hallgatni? Nem, szerint ez PC-lis stílus, szóval nem bunkóság szerintem legalábbis. Mi pont neked az Amiga név? Hát ez számítógép, ami zeneileg szerintem is annél ott van. Rácsok mögött!
értelmes arcot, légy szíves. Ez kurva értelmes. Na, most pedig behatolunk a parti legszentebb helyiségébe. Kövessetek bennünket! Követjük inkább Maszti kollégát, ő majd bevezet bennünket az ivás ételmeibe. Nézzük egy mai számítástechnikus életútját. Let's have a rush! Halló, válaszolnál néhány kérdésünkre? Mondjad! Mi az, amit teszel? Valami kaja! És nem félsz? Big Mac-et kértem, de nem volt. Hogy? Mi a véleményed a büféről? Király! Biztos? Ja, jó. Nem vagy te fizeted, Bérenc? Tessék, ugyan már én. Pedig nagyon úgy nézel ki. Mutasd, mit teszel! Ilyet, várj, ezt, vagy ezt. Nem tudom, melyik a gusztustalanabb, köszi. De jó, egy lány itt a fiúk tengerébe. Válaszolnál néhány kérdésünkre? Ezt a kezet nyugodtan levehetes, semmi gond nem lesz belőle. Olyan szép vagy profilból, hogy kamera mutassa. Igen, 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 igen. Nem válaszol semmire. Semmire? Tartózkodó? Attól függ, milyen kérdésre van. Hát természetesen szexuálisan aberrátról. Közvéleménykutatás következik, kedves nézőink. Ennyire sok a striptease. De viszont egyre több a lány, akkor miért nincs csipendésom? Most nem értem, akkor a fiúk vagy a lányok striptizelnek. Minden partin a lányok striptizelnek, rajta a fiúk is vetkezzenek. Hát az nem poén, mi vagyunk többségben. Hát ez egy dolog, mi viszont egyre többen vagyunk. Viszont ők nem fizetnek belépő. Erről van szó, visszajöttek a helyzetet. Jó, rendben. Vedd fel ezeket a kajanyomokat, ezt a gusztustalanságot. Ez nem tudom mi, de nagyon gusztustalanul néz ki, valami sárgás folyadék. Íme itt a mai parti boszorkány konyhája. Nem tudom, ezek a fehér nyomok, ezek ország sajt lehetett, nem tudom, ez itt cigarettacsik. Igen, ez nagyon esztétikus látvány itt a szívószálak mellett. Igen, ez mintha WC papír lenne. Ó, igen, tökéletes, azt hiszem, hogy ez nagyon jó lesz. Érdekes kompozíció, egy számítógépet láthatunk egy videóval. Mellette majonéz és ketchupos, illetve mustáros üveg. Tökéletes, nagyon gusztusos, ergonomikus látvány. Nem tudom, itt van a visszajáró, a pénzt nézd. Pénz körül forog az élet. Ott a pénz, ott van, oda van berejtve minden. Ott a mai bevétel, jó. Ne haragudj, lehetne egy kérdésem? Mi van ebből bazd nagy házban, hogy ekkora szar, vagy micsoda? Mi van be? Hadd kapjunk valami információt. Van egy 3-2-es videó, így helyben. Sok mindegy. Mondd is dolgok! Szóval...
Vasszak, ez legalább annyira jó, mint az enyém. A videóhoz közelebb kéne rakni. Ez egy PC speaker. Hosszod át valamivel. Vigyom. Elég jó. Vigyom, ez jó közel legyen az enyém. Vasszak, ez hány vatton csipog? Push, push max az az enyém. Jaj, nagyon kamerázni, meg kibaszott push max. Egy megás gus max, érted? Egy megavágyos. Jó, nagy. Kurva sok patch fél. Cash memória, szóval az a geci tár, érted, gyorsító személy. Na, szóval, kurva jó laptop, meg minden, 133-as, nem MMX, nem Lamer gyerekek, nem sima Pentium X86, meg minden. Na most, az a lényeg, hogy 256 megabájt memória van, nem ezen az alapban, hanem haverom gépét, de nem bírja kiírni az a kibaszott BIOS, és tudod mennyit ír ki? Na mennyit ír ki? Szerinted mennyit ír ki a BIOS? 32 megát. Versenyző. 32! És tudja, és 32 megát ír ki, és nem annyi van benne, mert 256 megabájt. Ez a kibaszott VIA chipsetes, kibaszott kurva tomató alapnap, amilyen az enyém is, nem ír ki csak 32 megát. Tehát ne rakjatok a VIA tomató. Elég jó kis cuccok vannak benne, ahogy jó nézem. Jó cuccok vannak benne egyébként. Ez egyik. Advanced Gravis. Hagyja a Gravis. Kusmax lesz. Hogy jutott beszerelni ezt a coolert azért? A cooler az kurvára advanced, meg extended, meg... Milyen proci van benne? Milyen proci? Intel Pentium 120 MHz, és nincs felhúzva, mint a lémerek, a kék miatt, hogy gyorsabb legyen a frame, érted? Hanem csak egy sima 120-as Pentium, hogy a demók fussanak rajta 1000-re, mert aki nem tud egy kibaszott 120-asra, na jó, nem tud egy kibaszott 133-as Intelre írni egy rohadt demót, meg mit tudom én 16 megabájt RAM-ra, meg egy 2 megás S3 Fio 64 V-buszra. Ez mi? Ezt mondd neked. Az meg egy szar SP Prom kompatibilis, az csak a DirectX miatt, a gálmák miatt, de ide jön valaki is, meg akarja nézni, hogy milyen a film. Most lebuktam. Kapcsolj a kamerát. A számítástechnikai oktatásról. Hát szerintem szóval. Úgy, hogy van. Mindenhol van, csak nálatok. A haveroknál mi a tapasztalat? Hát nálunk biztos, hogy szóval. És mi az, amit megtanultál? Nem érdemes újra járni. A végső stádium. Ide vezet a kvékezés. A töménytelen agresszió. Behallgató, ide vezet a kvékezés. Minden mennyiségben. És újra itt van Lamer Gamer kollégánk. Félelmetes ez az ember. A feje mint hat tojásból lenne.
És ezek az aktív boxok pont fejméret. Az újrahasznosítás egyik újabb, bán, de igen hasznosnak tűnő formáját láthatjuk. Igen, ez szemmel látható. Valószínűleg erről bonyolítják az internetes kapcsolatot. Éha, egy hordozható Windows. Ez fertőz csak igazán. De jó, ez nagyon tetszik nekem ez a Windows. Ez az egyetlen Windows, amihol mögé lehet látni a dolgoknak. Jaj, ezt nem lehet lehajtani? Nem lehet? Ja. És akkor ezt ilyen elalakult táskában hordod vagy? Ja, nem a tiéd. De akkor most el akarod nyúlni, vagy miért tűsz itt? Azóta ilyen cézzel. De hát ő alszik. Projektor nem tevíted el a cash-ről. Erre. Most már úgy emlékszem, nem. És ha esetleg mégis eszedbe jutna? Biztos? Majd szóval. Vásároltatok már valamit a büfében? Csinál. Hát te vagy a büfében, nem? Hát én már vásároltam a büfében. Yes. Mit szólsz hozzá, hogy állítólag romlott barát hús volt? Hát remélem, hogy nem leszek különbözőek, mert meg hülyét kapok. Jól érzed még magad? Hát most jól érzem már a két liter vörös bóskóla után. Nyomokat már találtunk, aztán néhányan kidőltek, úgyhogy lehet, hogy van benne valami. Jaj, ne basszál ki velem. Remélem, nem lesz semmi bajom. Még egyre nincs semmi bajom. Érted? És hogy alakul idáig a parti? Hát, egyik nagy nulla az egész. Mindenesetre le tudtam szreppelni egy igazolt Ramon szalmot, meg egy Randy MC-t, meg egy DJ Quicksilvert, úgyhogy ez már nagyon pozitív dolog. És a szervezés? Hát nem tudom, nem tudtak adni egy kibaszott füzetet, amiben benne voltak a programok, hogy most mikor lesznek demók, mikor lesz deadline, mikor lesz ez, meg az, meg amaz. GFX kompó, demó kompó, 4K64-es, stb. Szóval ezekről senki nem tud semmilyen felvilágítást adni. Kívül egyetlen egy dolog, hogy ezt meg tudták mondani, hogy mikor lesz a deadline, az holnap délben lesz, szóval, hogyha valaki esetleg még nem tudnám, holnap délben leszek a deadline-ok. Ennyi az egész, amit tudok, az egész kibaszott partiról, semmi más. Te milyen operációs rendszert használsz? Windows 98. És az operációs rendszer szerinted? Az Opel. És a 95? Az is. És a DOS? Az is. És a Linux? Az nem. Az,
Az nem, a Linux nem. Na most figyelj már, fő tudnál sorolni az a három gép típust? Nem, de ugye három gép típust, hogy IBM PC, ha segítek, egyet megmondok, jó? IBM PC. Azon kívül még hároma. Super Nintendo, meg Game Boy. Jó, ez még kettő volt, még egyet mondjál. Akkor kérdezek én, mit mond neked az a nép, hogy Amiga? Hát... És az a tábla, ami ott van, hogy Amiga ruláz, az szerinted micsoda? Nem tudom. Melyiket használsz sűrűben, a DOS vagy a Windows? A Windows. Miért? Annyira szereted? Szereted a Bill Gates? Igen. Szereted? Igen. De miért? De mi? Az egy olyan köcsög. Szóval érted, mindenkit átverög, meg minden ilyen szart kiad. És te szereted a Bill Gates? Igen. De ezért, hogyha ezt azért ne reklámozz, mert ki utálnak a partiról, mert mindenki utálja. Szóval mondjad azt, hogy utálod. Jó, utálom. Hangosabban. Utálom. Háromra, egy, kettő, három. Utálom. Ügyes vagy. Oké, köszi szépen. Olyan is voltál Kesen? Nem tudom, voltál Kes partin? Olyan ismerős, nem te vitted el a projektort? Hát erről most nem akarok nyilatkozni. Nekem azt mondta valaki, hogy feliratta a CD-re és úgy vitte el. Lehet, hogy te voltál? Nem hiszem. Nem volna nem írattál CD-t a Kesen? Nem? Jó. Nincs az az Isten, hogy akkor benevezzek én fánkompóra, mikor Tomcat tartja, úgyhogy... Igen? Igen. Jó van. Minek tartod a Windows 95-et operációs rendszernek? Az kurva jó dolog, legjobb, a jövő. Komolyan. Music diszünk is arra van már csak. Akkor mondd már, hogy itt te már azért láttunk téged, itt mászkáltál össze-vissza, meg fékeztél, meg ilyenek. Hogy hát azért ilyen kamera felvétel is készült, hogy te kvékezel. Tessék! Végülis lehet, hogy nem te voltál, csak hátulra hasonlított rám. De... Igen. Na most, de azért ültél már gép előtt itt a partin? Mögötte is, igen. Miért ült mögötte ültél? Mert nem értek a számítógéphez. Ez mondjuk köztudott. Tény. Tény, igen. Na most... Várjál, hogy még két kérdés. Nálad van az a kés? Oké, akkor másik kérdés nekem, hogy vannak a monitorok? A legutóbb a Dunán láttam, 19-ben, néhányat. Nekem van egy 21-szoros monitorom. Az mennyire mozgatja meg a fantáziádat? Nos, nem tudom, vágtak-e már hozzád ilyet. Olvastál-e az ablakon kibasz partikról? Ez ilyen két személyes monitor, én már csak tudom. Igen, két ember kell, hogy kibasszuk az ablakon, ez tény. Ki lenne a másik? Hát ablakon kibasz parti, ez copyright a Billon Billon Tomcat. Ez úgy néz ki, ez egy olyan Doom party, amikor ilyen kibaszunk mindent az ablakon. Előbb azt nem vettétek föl, de az előbb a csáva úgy meglobogtatta a farkát, hogy azt hittem leszakadt. Szia, ne arra, leültek egy kicsit? Egy-két kérdés. Nem leszel benne, csak ilyen házi hálózat. Esküszöm. Ilyen kamerával forgatnak a tévében? Csak egy pár kérdést hagyd tegyünk fel, hogy ne. Tényleg csak pár kérdést. Na most látom, hogy te nyomod itt nagyon az IRC-t. Mondanál valamit, szóval milyen nikken vagy, vagy sűrűn vagy fönt, vagy ilyesmi? Hát mit tudom én, egy héten kétszer. Iskolából? Hát nem, otthon van. Otthon van gépet saját? Aha, nem saját, tesómmal együtt. Szóval tesód az fiú, akkor gondolom. És ki van még jobban kettőtök közül? Hát inkább. A gépet? Mondja, a netet vagy a gépen? Hát úgy közösen. Hát nem tudom, mert én nem tudom, hogy ő még hol netezik, de szerintem én inkább. Vagy ő inkább. Most melyik? Ő. Ő jobban nyomja? És hol szoktál, milyen csatornákon fent lenni? Debrecenem, gyere picit. Debrecenem. Debrecenem vagy általában? És milyen nikkel? Hát... mi van? Hát... általában Zsuzsa néven. Általában? Szóval Mindig. De mert nem alsogatja amúgy. A Nick nem alsogatja, hogy váltogatni kell. Jó, akkor nem, akkor mindig. Akkor mindig azon a néven vagy. Nem mindig? Mondom mindig. A szénának a másik felé.
majd operatőrünk előre megy a meglököm, és fölveszi az Ecstasy csapatnak a helyszínt. Ez itt a legundorítóbb, mert nem hajlandók a szemetüket, csak a földre dobni, ott lent vegyed. Igen, ez itt az Ecstasy csapat. Na most szeretnélek titeket megkérdezni, de őszintén, nagyon őszintén, honnan tudtad meg a címemet? Az unokatesóm a Tamás mondta. Elloptad a kecskét? Elloptad a kecskét? Elloptad a kecskét? Téged is kinyírlak. De kis... Minden! Itt vagyunk a nagy büdös kompóteremben, ahol semmit nem látni, pontosabban csak egy nagy projektort, ami épp az Amiga megy, startup nélkül. Most pötyög a srác valamit, de igazából itt valami hiba történt. Hát nem tudom, most itt bootolgat a gép, most hogy milyen kompon vagyunk, vagy ilyesmi, az fogalmam nincsen. Hát így körülnézve így elég sok ember van, meg két nap alatt bebüdösödtek itt a dolgok, szóval elég jön a szag mintázat is.